Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Beszéljünk róla magazint látják. A mai adásnak olyan a témája, amelynél úgy gondolom, hogy meg kell nyílnia annak az embernek, aki ezt a szolgáltatást, ezt a lehetőséget ki szeretné használni, amely a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban is elérhető most már a térség betegeinek. Szorongásos zavarok, hangulatzavarok, stressz, életvezetési nehézségek, párkapcsolati problémák, munkahelyi konfliktusok. Tegye fel a kezét, akinek volt, van vagy lesz ilyen problémája. Nos, vendégeim is kacaráztak most egyet, akiket bemutatok itt a stúdióban. Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház éléről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elfogadta meghívásunkat Kelemen Emese klinikai pszichológus, szintén a Semmelweis Kórházból. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van velünk Németh Rácz Kata, klinikai pszichológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először úgy gondolom, hogy tegyük már tisztába azt, hogy mi a különbség a pszichológus és a pszichiáter között. A pszichiáter és a pszichológus között az alapvető különbség az a képzésükben van egyrészt. A pszichiáter orvos. A pszichiáter gyógyszert írhat fel. A pszichológus az eredetileg egy bölcsészkart végzett. Ugye a klinikai szakpszichológusok azok, akik az egészségügyi speciális képzésen már egy magasabb szintű szintre léptek, ők pszichoterápiát végeznek. Tehát gyógyszer nélkül egészen más módszerekkel kezelik a betegeket, de hát erről ők tudnának a legjobban beszélni. Az alapvető különbség az, hogy az egyik orvosegyetemet végzett, a másik az nem orvosegyetemet végzett. Rögtön kérdezem a hölgyeket, és mégis adódik a kérdés, hogy mi indokolta ennek a részlegnek a létrehozását, és mivel tudták önt meggyőzni? Hát engem könnyen meg lehetett győzni erről. A pszichiátriai osztálynak a vezetője, a Rácz főorvosnő vetette föl azt, hogy pszichoterápia fele ki kellene nyitni a szolgáltatási palettánkat, és miután a kórház 3 jól képzett klinikai szakpszichológussal rendelkezik, és ugye így a személyi feltételek is adottak, utána ültünk le erről egyeztetni, és a kollégák is teljesen nyitottak voltak ez irányban, úgyhogy így indult el január 1-től egy tavalyi előkészítés után ez a részleg a pszichiátriai osztályon belül. Kedves Emese, hogyan látja mi magyarok, milyen pszichológiai problémákkal küzdünk leginkább? Hát nehéz ezt így röviden összefoglalni, hiszen nagyon szerteágazó az, hogy ki milyen problémával küzd, sok oldalról, sokféle irányból meg lehet ezt közelíteni, onnan is, hogy milyen hatások érik az embereket a környezetükből, akár így a társadalmi hatások, társadalmi változások, de mi azért úgy látjuk, hogy leginkább a személyes, a magánéleti problémák azok, amik a leginkább okoznak akár tüneteket, akár csak enyhébb életvezetési problémákat. Magánéleti probléma, hát erről aztán nehezen beszél az ember. Mi az a végső stádium, amikor azt mondja valaki, hogy no, én szakember segítségét kérem? Hát azt gondolom az, amikor már akkora a szenvedés nyomás, hogy már számára is eljut az a pillanat, hogy most akkor el kell menni. Sőt, olyan szokott lenni gyakran, hogy mások javasolják, mások látják rajta, hogy valami nem stimmel. Hogyan látja Németh Rácz Kata, klinikai pszichológus? Mi az oka annak, hogy nyugaton ez a terület már teljesen elfogadott? Manapság, ha valaki kimegy nyugatra, azt látja, hogy emberek jelentős része eljár pszichológushoz. Itt Magyarországon én úgy gondolom, hogy lehet, hogy összesúgunk még az emberek háta mögött, és azt mondjuk, hogy valami gond van vele. Mi itt a probléma velünk? Igen, alapvetően az emberek nyitottsága, hozzáállása a saját problémájukhoz is más, illetve hogyha másnak van problémája, azt is másképpen értékelik. Tehát, hogy ez az egészségtudatos magatartás szerintem az, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
valaki tényleg foglalkozzon a saját belső lelki világával, és azt ne úgy élje meg, hogy ez valami ördögtől való dolog, és tényleg a titkolni kell, hanem úgy élje meg, hogy ez egy megoldandó probléma, amire tud segítséget kérni, és van lehetősége, hogy hova forduljon. Igen, nálunk ezek a kis közösségekben leginkább uralkodó nézet, és mondjuk ilyen szempontból a mi térségünk is egy nehezített terület, hogy az emberek könnyen elítélik azt, aki valamilyen problémával küzd, ezért ilyen kis elszigetelt, kis szigetecskéként mindenki hurcolásza a saját maga terhét, és azt gondolom, hogy sokszor ezek a problémák nem feltétlenül úgy jelentkeznek csak, hogy ő meg tudja fogalmazni, hogy mi a problémája, hanem testi tünetekben is megnyilvánulhat. Sokszor elkerülnek szomatikus orvosokhoz, és mindenféle vizsgálatokat elvégeznek, negatív eredménnyel zárulnak ezek, tehát hogy szervi, szomatikus probléma nincsen, és akkor ott állnak, hogy akkor mi lehet a baj. Egyik ismerősöm mondta, hogy a köhögés az egy-egy kimondatlan szó. Így van ez? Hogyha valaki nagyon köhög? Hát, ha tartós. Én azt gondolom, hogy ezek a krónikus tünetek, amik már mindenképpen átgondolandó, hogy van-e valami pszichés háttere ezeknek. De azért mi azt szoktuk javasolni, hogy ha első körben ilyen tünettel jönnek, vagy hasonló szomatikus tünettel, akkor az orvosi vizsgálat az mindenképpen meg kell előzze a mi terápiás ellátásunkat. Fehér Erika kolléganőm készített egy interjút Dózsáné Mihálka Bettivel. Ő részt vett egy ilyen programon, és a Majsai Hölgy vállalta, hogy ő elmondja, hogy milyen tapasztalatai vannak. Hát mondhatom azt így előjáróban, hogy majdnem kollégaként köszöntheti, hiszen olyan szépen beszél erről a programról, hallgassuk meg őt. Én csak pozitív tapasztalatokat tudok elmondani, és én mindenkit biztatnék egyébként, mert sajnos azért azt a világot éljük, hogy szerintem nagyon kevés az az ember, aki ne cipelne magába olyan lelkieredetű problémákat, amiket esetleg nem tud hogyan megoldani, és én azt gondolom, hogy itt Kiskunhalason a pszichoterápián nagy segítséget kaphat a lelki gyógyulására is. Félre kellene tenni azokat az előítéleteket, hogyha kimondjuk azt a szót, hogy pszichoterápia, az igazából idézőjelesen semmiféle fogyatékosságot nem jelent. Egyszerűen adódnak az ember életében olyan dolgok, konkrétan az én esetemben egy baleset, amit nyilván nem csak fizikálisan kell, hogy felépüljek, hanem lelkileg is. De sorolhatnék sok olyan problémát, amivel itt szembesül a csoporton belül is. Ugye ma már nincs hagyománya például a gyásznak, hogy feldolgozzuk. Nagyon jó a terápia erre is, de bármire munkahelyi stresszet mondhatnám, családon belüli problémánkat, amikről úgy nem tárulnakoznak ki az emberek, mert valahogy megszűntek azok a közösségek, mint régen, hogy esetleg meg tudom valakivel beszélni, mert önmagában az egy jó dolog, ha kibeszélem magamból ezeket a lelki problémákat. És itt nyilván borzasztó nagy előny, hogy ráadásul szakemberek segítségét kapjuk meg maximálisan, ahol kitárulkozhatnak az emberek, és meglepő módon néha mélyről jövő pszichés eredetű problémák is vannak, amik nyilván a fizikai teljesítményünket is gátolja. Tehát nagyon fontos, hogy erre is pont úgy szánjunk időt, hogy a pszichénk, a lelkünk is legyen úgy rendben. Nem véletlen a mondás, hogy épp testben, épp lélek. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és én mindenkit csak arra biztatnék, hogy ne legyen előítélettel, bátran vegye igénybe ezt a szolgáltatást. Én inkább úgy nevezném, hogy egy szanatórium, és hát a csoportos foglalkozás előnye nyilván pluszban az, hogy itt mindenki valamilyen lelkieredetű problémával jön. Mindenkinek azonos valahol a sorsa, tehát mindenki valamit szeretne feldolgozni, szeretne valamire választ kapni. Itt szakemberek segítsége, akik tényleg maximálisan, és nem csak a foglalkozás ideje alatt, hanem miután vége a foglalkozásnak, otthonra is kapnak olyan instrukciókat, amiket nagyon jól tudnak használni a mindennapokban. És aztán még ami a csoport foglalkozáson kívül plusz egy jó lehetőség, én mindenkinek javaslom a bent
fekvésest, mert hogy még egy szűkebb kis csoport kialakul ugye a szobán belül, ahol még előjönnek olyan problémák, amit esetlegesen még a csoportba se tud feloldottan esetleg megosztani. És aztán a végére én azt tapasztaltam, hogy mindenki megkönnyebbülve, lelkileg felfrissülve tudott hazamenni, és hasznosítani azokat a dolgokat, amiket itt megtapasztalt. Nyilván olyan relaxációs gyakorlatokat végeztünk, amit otthon nagyon jól lehet hasznosítani. Én azt gondolom, hogy ez tényleg mindenkinek csak javára válhat. Nekem meggyőződésem, hogy egyébként, akik a hétköznapokban emberekkel, gyerekekkel foglalkoznak, egészségügyben dolgoznak, tudjuk, hogy mindenkire nagyon sok lelki nehézség terhelődik, és én szinte azt mondom, hogy kötelezővé tenném, hogy jót tesz, hogyha meg tud újulni egy kicsit, hogyha föl tudja frissíteni úgy a pszichéjét, a lelkét, mint ahogyan a testét. Együtt néztük itt a felvételt adásunk vendégeivel. Adódik a kérdés, hogy ugye oda megy az ember, nehezen nyílunk meg mi magyarok, nehezen mondjuk el a gondunkat, bajunkat. Ebben az esetben milyen biztosítékok, milyen lépcsők vannak, hogy aki oda megy, az valóban akarja is, és segítséget is elfogad? Ez alapvetően egy terápiás szerződés, mert az a páciens, aki ugye tehát nagyon sokan kardiológiai szakrendelésre jönnek azzal, hogy itt szúr, ott fáj, és utána, ugye, amit a Kata is elmondott, hogy negatív vizsgálatokkal záródik a kivizsgálása. Hogy mondjuk meg neki, hogy lehet, hogy nem ott van a baja, hogy a szívébe, ez sokszor az orvosnak is egy nehéz feladat. Pont azért, mert ezt a magyar társadalom egy megbélyegzett gondolatként éli meg. Azt mondták, hogy én hülye vagyok. Pedig erről szó nincs. Arra kell fölhívni az ilyen pácienseknek a figyelmét, hogy erre vannak lelki megoldások. És hogyha ezt ő is szeretné, és ebben áll a terápiás szerződésnek a lényege, akkor a szakképzett klinikai szakpszichológusaink nagyon jó segítséget tudnak nyújtani abban, hogy felszínre kerüljenek azok a mély lelki problémák, amik esetleg testi tünetekben vetültek ki. Hihetetlen megfelelési vágy van ebben a társadalomban. Egy hölgynek Instagram szépségnek kell lenni, de közben nagyon jó családanyának, de a legjobb szakácsnőnek a környéken, és a többi. És még ott van a munkahelyi stressz, meg az otthoni stressz. Stresszoldás. Hogyan lehet mindezen átlendülni? Hiszen a társadalom részéről nem csak a hölgyek, már a férfiak irányába is óriási nyomás van. Nagyon sokféle módszer foglalkozik azzal, hogy lehet a stresszt oldani. Mi most ezt a feladatot kaptunk itt évvégén, és ezzel azt hiszem, hogy a szakmánkat nagyon megbecsüli itt a menedzsment, hogy a pszichológusok létrehozhattuk ezt a részleget, amiben próbálunk professzionális segítséget nyújtani. Ezen a részlegen, mint ahogy itt a kisfilmben is látszott, kialakíthattunk egy olyan környezetet, ahol szívesebben vannak a betegek, otthonosabb ez a környezet. Csoportszobát tudtunk kialakítani, ahol körbe tudunk ülni. Mi kis csoportos foglalkozásokra helyezzük a hangsúlyt a pszichoterápiás munkában, és az egyszerre bent fekvő betegek, kicsi ez a részlegünk, 3 kórteremben 11 ágyon fekhetnek a betegek, akik bent vannak, tulajdonképpen egy csoportot alkotnak, és a programunkat is úgy állítottuk össze, hogy egy heti ismétlődés történik, tehát minden héten indítunk új csoportot. Természetesen figyelembe vesszük a betegeknek az egyéni problémáit is, betegségét is, vannak rövidebb és vannak hosszabb időt igénybe vevő problémák, ők igazodhatnak, illetve hát tudunk hosszabbítani, vagy az időpontokat úgy megbeszélni. Viszont akik bent vannak egy-egy csoportban, ők reggeltől estig együtt vannak, és itt a csoport folyamatokra próbáljuk helyezni a gyógyító eljárásnak a lényegét. A csoporttagok egymásra is hatnak.
Tehát itt végig csoportfoglalkozásokon vesznek részt a pácienseink, és nem tudom, hogy a bejutást is, hogy elmondja meg, hogy hogy lehet ide bekerülni, mert jobban rákapcsolódik talán ide, amit igazgató úr mondott, hogy a pszichoterápiás szerződés az már korábban megtörténik, amikor a betegekkel megegyezünk abba, hogy ez a kezelés számukra mennyire lesz hatékony, vagy mennyire szükséges, és meglátjuk azt is, mérlegelni tudjuk az első beszélgetésen, ami egy egyéni pszichológiai beszélgetés, hogy az ő személyisége megfelele annak, hogy tudjon változni, mert itt azért egy rövid időt kap ahhoz, hogy valami történjen az ő problémájának az esetében. Úgyhogy úgy lehet jelentkezni, hogy egy telefonszámot adtunk meg a tájékoztatónkban, ez a szakrendelőnknek a szakrendelőnkben a kollégák veszik fel, és erre az első előzetes beszélgetésre adunk időpontot. Ez mindig egy-egy pszichológussal történik, tehát hármunk közül valamelyikünkkel beszél a beteg, és itt történik ez a szóbeli pszichoterápiás szerződés, és az időpont megbeszélése is, hogy mikor lehet bejönni. És ugye a harmadik személy Török Imre, klinikai pszichológus, ő egy, nem tudok most itt lenni ez a mai adáson, életvezetési nehézségek, párkapcsolati problémák. Hát ehhez két ember kell, meg az egész család kell. Hogyan lehet egy ilyen probléma halmazban elindulni? Hát én azt gondolom, hogy ez kapcsolódik, amit az előbb kérdeztél ahhoz is, hogy ugye nagyon sok szerepnek kell megfelelnünk egyszerre, és szeretnénk jó képet mutatni, meg szeretnénk magunknak is megfelelni, és jól ellátni mindent. És ugye ezeknek az összeegyeztetéséből nagyon sok probléma adódik. Én azt látom, már itt az elmúlt pár hétben is, meg egyébként a korábbi egyéni terápiás tapasztalatainkban is, szerintem elmondhatom mindannyiunkéba, hogy sokszor azzal küzdünk, hogy mindenkinek próbálunk megfelelni, csak éppen azt nem keressük, hogy önmagunk hol van ezekben a rendszerekben, amiket itt az előbb még felsoroltál. Ebből az életvezetés, a párkapcsolat csak egy, mert van a munkahely, a gyereknevelés, és sorolhatnánk nagyon sok ilyen életterületet. És ebben, amit az emesen mondott, hogy ebben a csoporthangsúlyú terápiás ellátásban tulajdonképpen pont azt kapják meg a pácienseink, hogy szabadon egy ilyen nagyon bizalmas légkörben megoszthatják egymással. Ugye vadidegenekkel ül mindenki szemben többnyire, ez általában törekszünk is erre, úgyhogy nem keverednek ezek a személyes kapcsolódások, így nagyon hamar megszavazzák egymásnak a bizalmat. Ugye lefektetjük az elején a csoportszabályokat, ennek egy nagyon fontos része a csoporttitok. Tehát ami ott elhangzik a szobában, az ott is marad. És innentől kezdve tényleg olyan, mintha kinyílna valami szelence, és az emberek a legbensőbb titkaikat, amit még sokszor a családtagok, a legközelebbi barátok sem tudnak, azokat is elmondják, utána egymásnak segítséget nyújtanak, és meglátják tulajdonképpen azt, ahogyan ők működnek mondjuk egy párkapcsolatban, vagy az életvezetésüket, ahogy vezetik. Meglátják azokban az összenem egyeztethető dolgokat, a diszonanciákat, a saját berögzött, nehezen elengedhető működési mintájukat, és erre egymásra is rezonálnak, nyilván ott vagyunk mi is, tehát mi is valamiképpen irányítjuk ezeket, és egy más szemüvegen keresztül kezdik el látni saját magukat a világban, saját magukról alkotott képüket. Én azt gondolom, hogy ez ad a legtöbbet, hogy ebben eligazodjanak. Ha visszagondolok az elmúlt mondjuk 15 évben, nagyon sok olyan kutatás volt itt Kiskunas környékén, ha jól emlékszem, Kalmár főorvos úr vezetésével, hogy sajnos Bács-Kiskun megye és ez a térség nagyon nagy számban előforduló öngyilkossággal küzd. Tehát ország elsők, meg talán ilyen Európa elsők is voltunk és vagyunk is. Ugye depresszió. Hogyan vegyük észre valakin, hogy ő depressziós? Gondolok itt egy családra. Hiszen a családban megvan a felelősség, hogyha valakivel én észreveszem, hogy probléma van, kutya kötelességem, hogy próbáljak tenni az érdekében valamit. Depresszió esetében milyen tünetekre figyeljünk fel?
A depressziónak nagyon jól körülírt tünetei vannak. Az ember magán is érzi, bár hosszabb folyamat lehet, amikor ebbe belecsúszik valaki egy depressziós állapotban, és lehet, hogy csak már kicsit későn kapja akár másoktól is vissza az információt, akár magában is későn áll össze az, hogy ez már egy depresszió. De a leghangsúlyosabb tünete az örömtelenség, az örömkészség elvesztése. A deprimált, a lehangolt szomorúság folyamatossá válik és krónikussá. Azon kívül elkezdődik az a folyamat, hogy az önbizalma csökken, az önértékelése csökken, nagyon nehezen tud döntéseket hozni, bizonytalanná válik az élethelyzetek megítélésébe. Nagyon gyakran fáradékonysággal jár, tehát már reggel nagyon nehéz felkelni, nagyon nehezen indul a nap, minden kétszer annyi időbe telik, mindent nagyon meg kell gondolnia, hogy megcsinálja. A nők sokszor így a házi munkát mondják, hogy nagyon nehezen végzik el, de a munkában meg nagyon gyakran a figyelemzavar vehető észre, a koncentrációzavar, nem tud egy valamire koncentrálni, szétszórtá válik. Aztán az álmatlanság, a rossz alvás is, a korai ébredés, az evészavarok is tünetei lehetnek. Elsősorban az étvágytalanság, de lehet a túlevés is. Van ebből kiút? Egy-egy ilyen terápia segítségével? Vagy ez már mélyebb attól? A depressziónak is vannak fokozatai, enyhe, közepes és súlyos depressziót szoktunk így elkülöníteni. Mi erre a pszichoterápiás részlegünkre az enyhe depressziós korformában szenvedőkre számítunk leginkább. Mindegyik betegcsoportnál, tehát amit a pszichiátria diagnosztizál, mi az enyhe fokban súlyosságút tudjuk pszichoterápiával megsegíteni. Továbbra is a pszichiátriai osztály ott áll a háttérben azoknak a számára, akiknek szüksége van gyógyszeres ellátásra is. Még kiegészíthetem, hogy van olyan, amikor egy konkrét meghatározott élethelyzet okozza ezeket a tüneteket, amit az MSE felsorolt, és nem is annyira súlyosság csak önmagában, ami eldönti azt, hogy hogyan tudjuk kezelni, illetve hogy tényleg ez a terápiás módszer hatékonya, hanem ott már nagyon sokat számít, hogy mi az illető megküzdési módja, látja az élethelyzetét, próbál-e abban változást elérni, akár a környezetében, akár a saját hatáskörében. Azért ilyeneket el szoktunk vállalni. Igen, azért mondom, hogy most itt az elmúlt csoportokra, ahogy visszagondolok, jöttek olyan betegek, akik nagyon régóta részt vesznek a pszichiátriai ellátásban, 10-20 éve is akár járnak oda a gondozóban, és mégis ezen a héten olyan jó tapasztalatokat szereztek, és mi is nagyon jó tapasztalatokat nyertünk abból, hogy milyen változásokra képesek az emberek, akkor, hogyha a saját problémáikkal foglalkozhatnak, hogyha abban támogató tagokkal, támogató emberekkel találkoznak ahhoz, illetve hát a pszichoterápiás módszerek nyilván, hogy itt a professzionális segítséget jelentik. Itt talán az előbb még nem mondtuk, hogy kiegészíteném azt, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szorongáscsökkentő módszerekről volt szó, ugye a stresszcsökkentésről, hogy minden nap történik egy relaxációs módszernek a gyakorlása. Ezt mi nagyon hatékonynak találjuk. Így hárman vagyunk, és három különféle relaxációs módszert tanítunk, gyakoroltatunk a betegekkel. Nyilván egy hét alatt vagy két hét alatt nem lehet ezt elsajátítani, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy elinduljon bennük egy olyan változás, amiben kedvük lesz a továbbiakban is gyakorolni ezeket a módszereket. Ugye egy hihetetlen elanyagiasodott világban élünk. Múltkor olvastam egy szöveget, hogy tegnap térdre estem, nagy recsenést hallottam, bíztam benne, hogy nem az iPhone-om. Ugye? Hogy milyen furcsa világban élünk? Az anyagiak jelentős problémát okoznak? Hiszen mindenkit nyomaszt a pénz, mindenki sikeres szeretne lenni, mindenki meg szeretné adni a gyereknek a legjobbat. Jelentkeznek olyan páciensek, akik ebbe belerokkannak? Igen, sajnos eléggé sokszor belefutunk, hogy ilyen egzisztenciális nehézségekkel, problémákkal küzdenek. Ebben az a legtragikusabb, hogy amíg az ember ezekkel a legalapvetőbb szükségleteivel küzd,
addig nagyon nehezen tud tovább lépni, hogy mélyebb belső munkát végezzen. Úgyhogy ez nekünk is nagy feladat, hogy ezen hogyan tudunk segíteni, hogy ilyenkor ugye a szociális ellátórendszert kellene valahogyan bevonni, ami sokszor nehéz, mert hát Magyarországon nem annyira jól kiépült sajnos ez az ellátórendszer. Ezzel mi is küzdünk, igen. Főigazgató úr, egyfajta prevenció mindez? Hiszen az itt a hölgyek által elmondott tünetek és problémák azért sokkal súlyosabb, mint családi, mint pedig össztársadalmi problémákat okozhatnak, hogyha ez nem kerül előtérbe. Hát, hogyha a végkimenetelét nézzük, és ugye említette Kalmár főorvos urat és az öngyilkosságot, akkor prevenció. Maga az egész pszichoterápia. Tehát ez maga egy olyan gyógykezelési forma, ami ugye akár gyógyszeres kezeléssel párhuzamosan is alkalmazható, hiszen emögött a részleg mögött ugye ott áll a pszichiátriai osztály, ott állnak a pszichiáterek, akik pont azt a mélységet tudják kontrollálni, hogy kinek mikor van szüksége esetleg más kezelésre, gyógyszeres kezelésre, kiegészítésre, vagy ugye akár teljesen alkalmatlan a beteg arra, hogy önmagával pszichoterápiával megoldhassuk. Tehát mindenféleképpen egy prevenció fele is elmozdulás, mert azokat a nagyon nehéz végkimeneteli pontokat lehet vele megelőzni, ami mind a családban, mind a baráti közösségben, mind a munkahelyen olyan sodródásos döntésekhez, rossz döntésekhez vezethet, ami az élet minőségét, az életkilátásait, az élethelyzetét nagyon hátrányosan befolyásolja az embernek. Még egy kis kiegészítés. Én azt szeretném, hogy szerintem a lelki egészségünk az maximálisan prevenció mindenféle szempontból, mind a testünk szempontjából, tehát hogyha a lelkünk egészséges, akkor a testünk is sokkal ellenállóbb, az immunrendszerünk is. Nyilván, ha a testünkre is jobban vigyázunk, akkor lelkileg is sokkal harmonikusabb, tehát hogy szerintem ezek ilyen kölcsönösen összefüggnek, tehát hogy mind a kettőnek a karbantartása úgymond fontos. És én egyébként ezt tartom nagyon nagy jelentőségűnek, hogy erre lehetőséget kaptunk, hogy tényleg ne csak azzal foglalkozunk, ami rajtunk kívül van, meg mondjuk maximum a testünkkel, de hát sokszor azért, ha megnézzük az emberek táplálkozását, életmódját, mozgás kultúráját, vagy hogyan foglalkozik a saját testével, az is elég hiányos azért. Ugye ezt is beépítettük, hogy van egy kis mozgásterápia is itt a kezelési folyamatban. Az egy hét alatt mindenből egy kis mintát is nyújtani az egészséges életmód felé, úgyhogy van mozgás foglalkozásunk is, van az egészséges életmódról foglalkozásunk, délutánonként önismereti foglalkozás, az játékosabb formában történik, asszociációs kártyák, szerepjátékok segítségével. Tehát próbáljuk minél több módszerrel elérni azt, hogy a pszichoterápiás hét végére elinduljon egy olyan változás mindenkiben, amit majd utána tovább tud vinni, vagy más formában esetleg más kezelést igénybe venni. De mindenképpen azt gondolom, hogy ez az ellátási forma a pszichológiai kultúrát is fejleszti, és ahogy az elején elindultál a kérdéssel, arra válaszolva, hogy az embereknek szüksége van, egyre inkább érezzük azt, hogy egyre több a pszichés zavarban szenvedő és problémákkal küzdő beteg, szükségük van arra, hogy professzionális segítséget kapjanak, és itt a mi vidékünkön, illetve általában a vidéken nagyon nehéz pszichológus találni, pszichoterápiába eljutni. A betegeknek be kell járni, általában pénzbe kerül a magánpszichológus terápia, magánpszichoterápia, és így most a
a kórházi ellátási rendszeren belül több emberhez tudunk szólni, többen be tudnak jönni, és a csoportos forma meg nagyon megfelelő arra, hogy koncentráltan kaphassanak ellátást a betegek. Legyen sikeres ez a program, köszönöm szépen az információkat és a felvilágosítást, köszönöm szépen. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten is, tudják, szerdán este 19:30 jelentkezik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Viszontlátásra!